Üdvözlöm Önöket, ez itt az Egyenlítő, ahol a kérdések és a válaszok összeérnek. Egyre több elektromos autóval találkozhatunk a hazai utakon. Hol tartunk most, és mit hoz a jövő? Erről beszélgetek mai adásomban Tóth Fekete Róberttel, a Magyar Elektromobilitási Szövetség elnökségi tagjával. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a tévénézőket! Mondhatjuk, hogy Magyarország még mindig azért gyerekcipőben jár, hogyha azt veszik, hogy hány elektromos autó van az utakon, de azért folyamatosan növekszik a számuk, ha nem tévedek. Abszolút jól látható Magyarországon, már csak amiatt is, mert nálunk kuriózumként zöldrendszámmal szerelik fel az elektromos autókat, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki számára jól láthatóak pontosan ezek az autók. De a számok szintjén, statisztikák szintjén is azért egyre jobban látszódnak ezek a gépjárművek. Jelenleg több mint 11.500 zöldrendszámos autó van Magyarországon, ami egyébként a közép-kelet-európai régióban vezető, tehát én úgy gondolom, hogy nincs miért szégyenkezni Magyarországnak. Kétségtelen, hogy ezek az eladási számok azért még nem betegednek Kínával, vagy akár az Egyesült Államokkal, vagy akár Norvégiával, amely Európán belül a legfejlettebb az elektromos közlekedés terén, de azt gondolom, hogy a trend az emelkedő. Ha csak ránézünk arra, hogy 2017-től 2018-ra mi történt, megduplázódott az értékesítés az elektromos autóknak, illetve egy érdekes trend, hogy ma már több tisztán elektromos autót értékesítenek, mint hibridet, és én úgy gondolom, hogy összességében véve valóban fejlődik a terület, ez mindenképpen jó hír. Ugye az elején nagyon döccenősen indult be, mondhatjuk így, kuriózumnak számított egyrészt, tehát ugye az emberek mindig félnek egy kicsit az újdonságtól, elég borsosak voltak ugye az árak is, és amit még nagyon sokan említettek, úgymond hátrányként, hogy a töltők nem voltak annyira elérhetőek. Itt ugye mindig felmerül a kérdés, hogy miért kéne töltőket telepíteni, ha még nem vesznek az emberek autókat, viszont amíg még nincsenek töltők, addig nem is fognak az újabb autókat venni az emberek. Itt meg volt ez a probléma? Tehát ez abszolút. Jól látható volt? Évekig az iparági konferenciánkat jellemezte a tyúk vagy a tojás kérdésköre. Nagyjából mindenki onnan próbálta megközelíteni, hogy mi az, ami majd igazán elő fogja mozdítani az elterjedést, a töltők, akkor, amikor már nagyon sok töltő lesz, vagy amikor nagyon sok autó és utána töltő. Aztán végül az élet meghozta a választ, és azt látni, hogy azért nagyjából párhuzamosan fejlődik a két terület. Jelen pillanatban, ha csak Magyarországot nézzük, most már több száz töltő található nyilvánosan elérhető módon, ami azt gondolom, hogy egy nagyon jó hír, másik oldalról pedig tényleg egyre több az elektromos autó, és hát nyilván azért az látható, hogy egyre több a kínálat, kell is még, hogy azért bővüljön, azért ezt is hozzá kell tenni, de egyre több kategóriában, gépjármű kategóriában elérhetőek az elektromosak. Úgyhogy én úgy látom, hogy összességében véve a kezdeti döccenőkön most már azért egyetlendült ez a szektor, ez az iparág. Van még néhány olyan technológiai kérdés, amit meg kell oldani, ugye ilyen a töltésidőnek a rövidítése, ami egy nagyon fontos célkitűzés a területnek. Maradjunk is kicsit itt ennél a töltési időnél, ugye ez, ami mindig a második pont szokott lenni, hogy na jó, oké, de tankolni azért sokkal egyszerűbb, gyorsan megtöltjük a tankot, aztán megyünk is tovább, a töltés meg időigényes. Mennyire jellemző az otthoni töltés nálunk Magyarországon? Döntő többségében, ugye a világ egyéb pontjain is egyébként nagyjából 80%-osan az otthon töltésnek az aránya. Ugye ez egész egyszerűen egy kényelmi lehetőség, otthon akár a 220-as csatlakozóra rátéve az autót, egy éjszaka fel tudjuk tölteni. Ez mára igaz. Később nem biztos, hogy ez így lesz, ugyanis ezeket az autókat egyre nagyobb akkumulátor kapacitásokkal szerelik, azaz egyre több kilowattórát képes felvenni ez az autó. Azaz nem dughatjuk rá a 220-ra. Hát, vagy rádughatjuk, csak jóval tovább rajta kell, hogy hagyjuk. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy rendelkezésre álljanak olyan töltőberendezések közterületeken, az országutak mentén, autópályákon, illetve városokban, nagyobb teljesítményekkel, amik gyorsabb feltöltést ígérnek, az egy nagyon fontos dolog, hiszen senki sincs ahhoz hozzászokva, hogy egyébként fél órát vagy órát várjon arra, amíg az autóját megtankolja. Mennyi a töltési idő egyébként átlagosan? És akkor itt ugye akkumulátornagyságtól függően, ugye ezt már említettük is. Így van, ez így igaz. Azért azt lehet mondani, hogy az, aki egy gyors töltést választja, nagy átlagban 30-40 perc alatt tudja feltölteni az autóját, illetve aki meg a lassúbb töltést, az már nagy mértékben függ attól, hogy az autóban mekkora inverter van szerelve, de ott azt lehet mondani, hogy körülbelül ez a másféltől
három és fél órával bezárólag. Ez az időmennyiség, ami szükséges ahhoz, hogy fel tudja tölteni az autót. Mi múlik az, hogy hova kerülnek gyors töltők, illetve hagyományos töltők, és egyáltalán hogyan helyezkednek el ezek a töltők? Tehát, hogyha megnézzünk akár egy Budapest térképet, akkor gondolom azért ez mindig fő szempont, hogy olyan helyekre telepítenek többet, ahol találhatunk már, ha jól emlékszem, hipermarketeknél, szupermarketeknél, tehát ezek mindig figyelembe veszik, hogy hány ember mozog azon a környéken, gondolom. Abszolút, ez egy izgalmas vizsgálat mindig, amikor egy döntés születik, hogy egy adott földrajzi pontra milyen töltőt célszerű telepíteni. Ha egy kicsit visszanézünk, hogy az elmúlt 10 évben mondjuk Nyugat-Európában, Észak-Európában mi történt, vagy akár az Egyesült Államokban, kezdetben nagyon sok lassú töltőt, AC-töltőt telepítettek, egész egyszerűen a DC-töltés kiforratlansága miatt, a technológiának a későbbi megérése okán. Most viszont már rendszerűen mindenki DC-töltőket telepít, pontosan... Itt azért kicsit tisztázhatjuk, igen. Aki esetleg nincs teljesen képben így, hogy mi az AC és mi a DC igen. Között. Az egyik az egyenáramú töltés, a másik a váltóáramú töltés, és a DC-vel, az egyenáramúval jóval gyorsabban lehet föltölteni az autót. Tulajdonképpen ez a mostani trend, hogy az időn tudjunk spórolni. Egyébként pedig, hogy egy konkrét helyszínre, mondjuk például az említett bevásárló központban milyen töltőt érdemes tenni, ott ténylegesen az dönti el, hogy egyébként miért mennek oda az emberek. Alapvetően nem tölteni mennek oda, hanem vásárolni, eltölteni a időt, és ez az időmennyiséghez kell igazítani a töltőnek a kapacitását, ami ténylegesen ki tudja utána hatékonyan szolgálni az autósokat. Tehát én azt gondolom, hogy különböző megfontolások állnak a mögött, hogy egyes helyszínekre milyen töltőt érdemes telepíteni. Egy biztos, egy benzinkútra például nem érdemes egy lassú AC-töltőt telepíteni, oda egy nagy teljesítményű töltőre van szükség. Ma már egyébként megjelent az ultratöltő fogalma, Magyarországon is van már ilyen ultratöltő berendezés, amelyek egyre nagyobb és nagyobb kapacitással, tehát akár ilyen több száz kilowatt teljesítménnyel képesek az autót tölteni. De ugye itt is megvan az, hogy már mekkora akkumulátor kell hozzá, tehát bármilyen autót nem tölthetünk mondjuk egy ultratöltővel, azt jól tudom. Lehet tölteni, csak azt a maximális teljesítményt nem képes fölvenni ez az autó, mint amit egyébként ki tud adni a töltőberendezés. Tehát ez így nagyjából így néz ki. Oda lehet állni, nyugodtan egy 150 kW-os töltőberendezés, ez egy kisebb, mondjuk egy kisebb autóval, és azt is fel lehet tölteni, de hát értelemszerűen ezek a töltők ki tudják szolgálni azokat az autókat, amelyek vagy részben már a jelenben is rendelkezésre állnak, vagy jönni fognak a jövőben, és képesek akár 200-300 kW-os teljesítménnyel is tölteni. Meddig mennek el ezek az autók egy-egy töltésre? Ugye ez szokott a következő pont lenni, most is sorolom szépen mindig, hogy hogyan lehet akadékoskodni, hogy miért ne vegyünk elektromos autót, hiszen hogyha megtöltjük, akkor bizonyos távolságig elmegyünk, de mi van, ha ott nincs töltő? Igen, ez nagyon fontos, hogy azért az e-mobilitás a digitalizációval kéz a kézben jár. Azért az a tapasztalat, hogy aki ma elektromos autót használ, az azért jellemzően egy applikációt vagy bármilyen internetes weboldalon utána tud nézni annak, hogy hol vannak töltők, hol szabad a töltő, hol foglalt a töltő, tehát hogy egyfajta tudatosság, egyfajta útvonaltervezés megjelenik akkor, amikor, főleg amikor hosszabb útra akarunk elindulni elektromos autóval. Tehát jellemzi azért ezt a világot, ez a fajta fejlesztés is, én úgy látom. Az, hogy hogyan épül a hálózat, ugye beszéltük, hogy ezt azért monitorozzák, hogy merre kellene telepíteni. Ha jól tudom, akkor ebben az évben elég nagy fejlesztés is megindult, és akár az Adriáig is lemehetünk már egy elektromos autóval, tehát nem kell azon aggódnunk, hogy akár egy horvátországi nyaralás alatt honnan oldjuk meg a töltést. Ez így igaz, a MOL csoport részéről mind Szlovénián, mind Horvátországon keresztül ez a lehetőség biztosított. Autópályák mentén kerültek telepítésre nagy teljesítmény gyors töltők, pontosan azért, hogy a gyors utazás azért ez az élmény továbbra is meg tudjon maradni. Úgyhogy ez mindenképpen egy jó hír, mint ahogy az is, hogy egyébként Magyarországon szintén valamennyi autópályán, illetve az M0-án, ami szintén ugye egy fontos ütőere a közlekedésnek Magyarországon, elkezdjük telepíteni ezeket a nagy teljesítményű berendezéseket. Ugye én úgy gondolom, hogy mind az ország, mind a régió, közép-kelet-európai régió szintjén egy éven belül egy teljes átjárás lehetővé válik. Mi a helyzet az akkumulátorokkal?
az akkumulátorokra ugye nagyon sokszor mondják, hogy egyrészt nagyon drágák, tehát ha tönkre megy, akkor elég sokba kerül, viszont elvileg ezek sokkal hosszabb élettartamok, és hogyha már tönkre ment, akkor mi lesz vele? Ugye ez szokott mindig egy nagy kérdés lenni, hogy ezek eléggé szennyezőek, illetve károsak a környezetre. Hogyan lehet tovább hasznosítani esetlegesen őket? Igen, az jól látható, hogy ugye szerte a világban nagyon jelentős investíciók történnek az akkumulátor fejlesztés és gyártás tekintetében. A mai technológia lítium-ion alapú technológiát tovább kell fejleszteni. Egyébként Magyarországon is láthatóan betelepülnek akkumulátorfejlesztők, akkumulátorgyártók, tehát ez egy jó hír, hogy hazánk sem marad le erről a területről, és bőven van mit tenni ezen a területen, pontosan azért, mert egyrészt egy jelentős nyersanyag kitettsége van, amiből összeállítják ezt a technológiát, a másik oldalról pedig ugye ennek az újrahasznosítása vagy a felhasználása, hogy mindezt környezetkímélően meg tudjuk teremteni, vagy olyan másodlagos felhasználási területeket kapcsoljunk hozzá, ami ma még nem feltétlenül triviális, ilyen például az energiatárolás. Ezeket az akkumulátorokat, amelyek ma az elektromos autókban vannak, akkor, amikor már kiszolgálták az élettartamukat, működésüket. Ez körülbelül hány év egyébként? Ez attól függ, hogy mennyire intenzíven van töltve, tehát használva gyakorlatilag az autó. Néhány ezer töltést simán tudnak fogadni ezek a berendezések, anélkül, hogy egyébként a hatótávban érzékelhetően csökkenés állna be. Tehát azért ezek jó néhány évet kibírnak, 6-7-et egészen biztosan, és ezt követően felhasználhatók ezekben az energiatárolós berendezésekben, ami meg egy új novuma, egy új felhasználási terület az energetikának. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezeknek az akkumulátoroknak összességében a hasznos élettartam az egyre hosszabb lesz láthatóan. Ezt úgy kell elképzelni, hogy akár egy otthoni napelemmel megtermelt árammennyiséget is tudunk mondjuk tárolni ezekkel az akkumulátorokkal? Igen. Tehát egy házi használatra is? Ez lesz a cél. Európa szerte már több kísérleti projekt zajlik, ami pontosan erről szól, hogy ez az akkumulátorban lévő energiamennyiség, ezt a hálózat hogyan tudja felvenni, és pontosan annak érdekében, hogy egy nagyobb hálózati stabilitást tudjanak elérni, minél kevesebb kiesés fog történni várhatóan, köszönhetően az elektromos autók terjedésének, magában az elektromos hálózatban és ugye a kiszolgálásban. Úgyhogy összességében véve egy minőségű szolgáltatás fog végeredményben előállni. Ugye, amikor bejöttek az elektromos autók, akkor ez egy ilyen plusz pont volt az elektromos autóvásárlás mellett, hogy parkolni ingyen tudtunk, illetve tölteni ingyen tudtuk az autót. Ez most megváltozik, és ennek mi az oka? Igen, fontos azért tudni, hogy volt egy időszak, egy kezdeti néhány év, amikor minden szolgáltató, illetve gyártó abban volt érdekelt, hogy az emberek megismerjék ezt az új technológiát, elkezdjék használni, kipróbálni, akár úgy, hogy vesznek ilyen a járművet, akár úgy, hogy mondjuk egy autómegosztó hálózat szolgáltatásán keresztül próbálják ki a technológiát, és persze ennek a feltételeit mind a kormányzati jogszabályi szinten, mind pedig gazdasági szinten igyekeztek javítani, könnyíteni. Magyarország most, hogyha a parkolásról beszélünk, nagyságrendileg 40-45 városban ingyenesen tudnak parkolni az elektromos autók, de tudjuk jól, hogy ha ezek nagy számban el fognak terjedni, akkor vélhetően konszolidálódni fog ismét ez a helyzet. Tehát ugye ez majd idővel valószínűsíthetően, ha végig gondoljuk, ez kivezetésre fog majd kerülni. Ez a jövő, egyelőre ezt nem tudjuk, de ma még adottság, hogy ingyenesen tudnak parkolni. A másik vetülete a dolognak az pedig az, hogy igen, eddig nagyon sokan, vagy a szolgáltatók többsége ingyen adta ezt a szolgáltatást, töltési szolgáltatást, pontosan azzal a céllal, hogy mindenki megszeresse, megszokja. Viszont azt is kell tudni, hogy ezek a beruházások azért elég jelentős pénzösszegeket emésztenek fel, és anélkül nem fog fejlődni tovább ez a terület, nem épülnek újabb hálózatok, és nem lesz a töltőkben egy magas rendelkezésre állás, tehát megfelelő karbantartási üzemeltetéssel, ha ezért egyébként nem kérnek ezek a szolgáltatók ellenértéket. Tehát egész egyszerűen ez egy józan piaci logika, hogy most már ezek a szolgáltatók ellenértéket kérnek. Nagyon bízom abban, hogy mindez nem fogja
elrettenteni az autósokat attól, hogy elektromosba üljenek át. És ugye az elektromos autóknál mindig nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy azért az elektromos autó akkor környezetbarát, ha már ebből a szempontból veszünk ki, vagy választunk ilyen autót, hogy az elektromos energia hogyan termelődik, tehát ezt hogyan állítjuk elő, hogy az valóban zöld energiából származik-e. Ez most Magyarországon így megoldott? Hogy mennyire zöld energia, ugye ezt nagyjából ugye azt látjuk, hogy Magyarországon az energia felhasználás termelés oldalról azért zömében ugye fosszilis alapon történik, tehát ugye nukleáris energiát állítunk elő. Ettől függetlenül azért látható az is, hogy a megújuló energiák egyre jobban terjednek, egyre több naperőművel találkozunk, ahogy járjuk az országot gyakorlatilag, és a háztetőkön is, és egyébként háztartási méreten kívül kiserőmű kategóriában is, tehát hogy egyre láthatóbbá, vizuálisabban is láthatóbbá válik a napelemeknek a terjedése. Én így azt gondolom, hogy nem áll már olyan messze a napi valóságtól az, hogy a házunk tetején legyen egy napelem, legyen egy fali töltőnk, és gyakorlatilag egy otthon előállított villamosenergiából töltsék meg az autónkat. Erre már vannak példák Magyarországon, nyilván olyan nagyon nagy volumenben még nem terjedtek el, de láthatóan olcsóbbak és olcsóbbak lesznek egyre inkább ezek a technológiák, úgyhogy elérhetővé válik az a vágy, hogy tényleg zöld energiából tudjuk tölteni az autóinkat. Nem mindenütt adott ez természetesen, viszont egyre inkább fogunk találkozni ezzel a jelenséggel is. És ugye mindenképp az elektromos autók mellett szól az, ami talán kevesen tudják, hogy a befektetett, a beletöltött energiának nagyon nagy százalékát tudja az autó mozgatására forgatni az ember. Ez a legfontosabb része egyébként az elektromos autóknak? Hogy... Ez egy nagyon fontos érv amellett, hogy miért az elektromos hajtás mellett tegyük le a voksot, hiszen szemben a hagyományos technológiával, ahol az ottomotoroknak a hatások az 20-25% környékén van, itt 90% fölötti értékről beszélünk, tehát az energia nagyon nagy mértékben hasznosulni tud arra a célra, amire egyébként használni szeretnénk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez is egy további érv amellett, hogy az elektromos autóknak miért van ma jelen, és miért látjuk a jövőjét. Mi a helyzet a megosztó szolgáltatásokkal, tehát az autó megosztó, most már vannak ugye elektromos rollerek, elektromos motorok, ezek hogyan üzemelnek, behozták azt a várt sikert, amit önök prognosztizáltak? Az elején vagyunk még a folyamatnak, viszont látható, hogy a népszerűsége az felfutóban van. Tehát valamennyi szolgáltató, legyen az roller, legyen az elektromos bicikli, vagy elektromos autó, arról számol be, hogy összességében véve a felhasználói tábor az nagyon szépen és dinamikusan növekszik. Ez ugye pontosan azért van, mert viszonylag új a technológia, viszonylag új ez a világ, hogy egy applikáción keresztül le tudok foglalni magamnak autót annyi időre, amennyire én szeretném, és oda megyek vele, ahova én akarok, és nem függök egy sofőrtől, vagy bárkitől, és gyakorlatilag többféle célra is tudom hasznosítani a napi életritmus során. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan izgalmas lehetőség, amit nagyon sokan és egyre többen meg fognak ragadni, és nem csak azok, akik nem tehetik meg anyagi helyzetükből kifolyólag, hogy autót vásároljanak, hanem azok is, akik egyébként ez lehetőségükben áll, de számos olyan élethelyzet adódik, amikor nagyon is praktikusnak tűnik használni egy ilyen gépjárművet. Én azt gondolom, hogy ma még korai arról beszélni, hogy ezek a befektetések megtérültek volna. Ma egy tanulási időszak van, a szolgáltatók is tanulják azt, hogy pontosan milyen igények jelentkeznek az autósok, a felhasználók oldaláról, minek kell nekik megfelelniük, milyen fejlesztéseket kell még tenniük a jövőben, pontosan annak érdekében, hogy ezek a beruházások végül majd megtérüljenek, és stabil üzletági környezet alakuljon ki. Én azt gondolom, hogy ma egy kicsit a bátrak vannak jelen ezen a piacon, ezt lehet mondani, meg akik mernek a jövőbe belelátni, idővel azonban ezek meg fognak térülni. Látszik egyébként, hogy milyen korosztály használja ezeket, és itt most az autó megosztásra gondolok akkor elsősorban, tehát inkább a fiatalabb korosztály, a bátrabb, a közép, vagy akár az idősek is szívesen igénybe veszik. Ugye ezért feltételez némi vezetési rutin, tehát ha jól tudom, akkor minimum egy éves jogosítvány szükséges ezekhez az autókhoz, és azért ezt is gondolom, egy kicsit be kell gyakorolni. Tehát még magam sem vezettem elektromos autót, de azért
azért az egy kicsit más érzés. Ha már csak arra gondolunk, hogy hangja sincs az autónak, hogy elindult. Tehát itt is egy picit át kell kódolni az emberek fejében a dolgokat, nem, hogy tudjuk egyáltalán, hogy hogyan kell együtt élni ezekkel az elektromos járművekkel. Abszolút így van, ez egy teljesen más vezetési élmény és egy másik műfaj. Én azt gondolom, hogy itt az edukációnak egy nagy jelentősége van, ezért jó, hogy vannak ezek az autó megosztó hálózatok, mert hogy ott ki lehet úgymond következmény nélkül, természetesen szabályokat betartva, de ki lehet próbálni, és meg lehet tanulni, hogy hogyan is néz ki. Más élmény, nyilvánvalóan ezek robbanásszerűen tudnak indulni, tehát hogy sokkal dinamikusabbak ezek az autók, hogyha odalépünk a gázra, mint a foszilis versenytársaik. Igen, valóban hangtalanok, bár ebben valószínűleg változás lesz, tehát olyan hanggenerátorokat fognak építeni ezekbe az elektromos autókba, hogy a biztonságot is tudják szolgálni, a gyalogosok is észrevegyék, hiszen nagy számban jelen lesznek az utakon, akkor nagyon jó ez a csendes közlekedés, viszont veszélyt is rejt magában, tehát ezen biztos, hogy egy szintet tovább kell majd lépni. Ugyanígy az elektromos motorok, elektromos rollerek és akár a biciklik is így benne vannak ebben a képben, hogy minél inkább arra motiváljuk az embereket, hogy igenis osszák meg és közös járművet használnak, és így egy kicsit csökkentsük talán ezt a hatalmas nyomást is, ami ha mondjuk Budapestet nézzük, akkor jelen van. Abszolút. Azt kell mondjam, hogy a környezet terhelés a legfontosabb, annak a csökkentése a legfontosabb célkitűzés. Minden ilyen fejlesztés, minden ilyen újabb innováció mögött, ez is ezt a célt szolgálja, hogy a közösségi megosztás révén tudjunk spórolni ezen az óriási közlekedési időnként dugón, időnként kellemetlen helyzeteken, hosszas várakozásokon, ami sajnos kíséri a mindennapjainkat. Azt lehet mondani egyébként, nagyságrendileg Budapesten még nem készült ilyen tanulmány, de Nyugat-Európából már vannak ilyenek elérhetőek, hogy egy közösségi autó, az nagyjából 10 magántulajdonban lévőt fog tudni kiváltani a jövőben. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen egyfajta környezetterhelés csökkentést fog majd előidézni. Az várható egyébként, hogy a piaci árak egy kicsit lejjebb mennek? Tehát, hogy egyre jobban nő az igény, és egyre elterjedtebbé válnak, és ahogy megjelennek talán a csúcsmodellek is egyre inkább, hogy mondjuk egy egyszerűbb, kisebb autó jobban elérhető lesz az átlag emberek számára is? Törvényszerű, hogy ez bekövetkezzen. Ha csak abból vezetjük le, hogy egy foszilis gépjárművel nagyjából 28-30 ezer alkatrész van, míg egy elektromos autóban 7 ezer. Már ez is azt mondatja velem, hogy be kell, hogy következzen, hogy ezek az autók olcsóbbak lesznek. Tényes való, hogy az akkumulátor ma még egy drága technológia, viszont ennek is azért a trendje látható, csökken az ára folyamatosan. Úgyhogy azt gondolom, hogy talán egy ilyen 5 éves távlatban nem túlmerésé kijelenteni, hogy be fog következni az, hogy elérhetővé válnak ezek az elektromos autók a szélesebb társadalmi rétegek számára is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Most tartunk egy rövid szünetet, hamarosan folytatjuk a témánkat, várom Önöket vissza.